Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy újra itt lehetek, bár nem ettől függött, hogy vagyok vagy nem, mert közel másfél éve már nem találkoztunk, és örülök, hogy nagyon sok hűséges hallgató, tanulnivaló nemzettestvéreim vannak. Miklós kérte, hogy jöjjek el, mert nagyon komoly munka van mögöttünk. Nagyon sok spirituális emberrel találkozom, és jönnek és hívnak. Tisztelettel jelentem, hogy ébred nagyon a mag lélek, amire nagy szükség van, mert akik eddig spirituálisan dolgoztak és vannak, nagyon sokan az anyagban és az anyagiakban rekedtek, és hiszem, hogy igaz lesz Jézusunknak az a mondása, hogy az utolsó időben a legtisztábbak ébrednek. Legyetek ti is a legtisztábbak között, mert nagyon fontos az erő megtartására, hogy együtt dolgozhassunk. Szeretném felajánlani a mai napunkat, a munkánkat és a szolgálatomat a Szent Családnak, mert boldog vagyok, hogy Lőcsei István jön ide, hiszen amikor én 20 évvel ezelőtt elmondtam, hogy Jézus március 21-én született, akkor minden voltam, csak rendes ember nem voltam. És a 21-i születés az egy nagy kezdet. És azért szeretném a Szent Családnak felajánlani, hiszen tegnap volt, vagy tegnap előtt, mert ugye most ebben az évben szökő év van, az ő szellemiségének a megnyilvánulása. Nagyon erős, nagyon-nagyon erős energiák vesznek körbe bennünket, és nagyon komoly háttér, szellemi munka folyik a hátunk mögött, vagy közöttünk, vagy mellettünk, majd ezekről is fogok beszélni. Abban kérem a segítségeteket, hogy legyünk tényleg összefoglaló és összevonó egymással szemben is, mert nagyon komoly jegyzettel készültem. Lediktálták azokat a programokat, amit el kellene végeznünk, és nem tudom, hogy mennyi időt kapunk erre, de ha nem sikerül, akkor majd biztos egy másik alkalommal tudom folytatni. Először is szeretném még egyszer, hogy ismételjünk, az ismétlés ugye az nem baj, hogy értsük meg, hogy hogyan jövünk a Földre, és honnan jövünk a Földre. Mert nagyon sok emberi tudatban káosz van, már spirituálisan úgy látszik, hogy hatalmas tudás van bennük, legalábbis remélem, hogy tudás az, és nem pedig egy átírt program. És nem tudják a lelkek, hogy mit választottak. Ezért van a sok félelem, ezért van a fájdalom, ezért van az, hogy nem bíznak magukban, és nem is értik, hogy mi történik. Biztos van közöttetek is sok ilyen testvérünk, aki még mindig nem érti, hogy hogy van a földi inkarnáció és az emberi születés. Erről szeretnék ismételni, mert itt a régi csoportoknál, akikkel dolgoztam, ezt már elmondtuk. Tehát mielőtt a Földre születünk, van egy program, amit bevállalunk. Amikor a Földről elmegy egy lélek, embertestből, lehet az egy tudós, lehet egy zenész, lehet bármilyen nagy képességű kutató, azt a batyut viszi magával, ami ő maga kiteljesedésében, a szelleméből és a lelkéből. És amikor az isteni házba hazamegyünk, minden képességünket és erőnket oda viszünk, egyé rakjuk. Ezt mondhatjuk Akasa krónikának, de mondhatjuk, hogy az isteni tudatba helyezkedünk el. És mielőtt mi eljövünk a Földre, és vállalunk egy programot, egy feladatot, akkor azokból a pontokból, vagy képességekből, amelyeket hazavittek a többiek már korábbi életeinkből, választhatunk. Például azért van most sok Jézus, sok Mihály, sok arkangyal, sok angyali lény, és nagy tudású lény a Földön, mert mi már, mint a szkíta rendszer hallgatói, tanulói, bejártunk bizonyos korszakokat. Ezeket nem lehet időzónába tömöríteni, mert több milliós programok futnak a Földön. És most már mindenki arról beszél, hogy az ötödik faj fogja bevégezni az életét, és ennek az ötödik fajnak egy kiváltsága van abban a vonatkozásban, hogy nem kell meghalnia az embernek.
hiszen azokat a programokat, amelyeket ránk raktak, vagy szétszakították azokat a tereket körülöttünk és a tudatunkat, hogy ne emlékezzünk és félelembe éljünk, és mindenféle nehézséget magunkra vállaljunk, azt nyomják folyamatosan félelemben. És ez nem kellene, hogy így legyen. Tehát visszalépek arra a pontra, hogy amikor látjuk, hogy milyen képességek vannak fönt a főtáblán, az isteni házban, és te mutatod az isteni tudatodnak, hogy én Istenem, már ezt elvégeztem a Földön, ez az én képességem, ez az én tudásom, ehhez a programhoz én adom magam. És segítsetek, hogyha inkarnációban kerülök, akkor mit kell még megkapnom, kiegészíteni, milyen képességet akarok, hova akarok behelyezkedni, melyik országba, mely területre, milyen képességet fogok hazavinni majd én is, vagy mivel segítem az emberi fajt és a teremtésnek a programját. Ez azért nagyon fontos, mert újabb képességeket hozol magaddal, és amikor az isteni élet beindul benned, akkor már egy olyan vélvonalban kell beszületned és megszületned, amit az anya és az apa segít neked a képességeid birtoklására és használatára. Ezért nem mindegy, hogy ki és mi a vérvonalunk. Nagyon fontos tudni, hogy a vérvonalunk honnan eredeztető. Mert sajnos beszennyeződött a vérvonal, fogunk róla beszélni, de most azért voltunk és vagyunk eldugva különféle falvakba, vagy egyszerű munkásként, vagy az utca sarkon is van olyan biztosan, aki bujkáló Krisztus. Azért, hogy ne találjon meg a sötét erő bennünket. És ezeket az erőket el kell engednünk, és tudni kell, hogy ez miértünk van. Azért, hogy amikor föltámadunk, vagy tudatra ébredünk, akkor tudjuk kibontakoztatni a képességeinket, amit hoztunk magunkkal. És nagyon fontos veszőparipám nekem az, hogy a lélek inkarnációjában milyen fontos szerepet hoz magával az a lehetőség, hogy ő itt a teremtésnek segítő szolgája legyen. Ezek az kita vérvonalak. Én egy jegyzetet készítettem erről, azt majd felolvasom azért, hogy konkrét legyen, és érthető legyen, hogy mit jelent szkítának lenni, és hogy intézte Jézus ezt a programot. A jézusi program nem más volt, mint Magdolnával és a három gyermekkel visszahozta a földre azt a vérvonalat, amelyek összerendeződtek arra az időszakra, ami az aranykort illeti. Elő kellett készíteni. Ezt megpróbálom megnézni, hogy szabatosan mondjam nektek, mert én leírtam, ahogy diktálták. Tehát volt kérdés egyszer, hogy Mária anya mentem Magdolnával Franciaországba. És azt mondta, hogy nem, mert neki itt abban az időben nagyon komoly feladata volt. Mert Magdolnának és Jézusnak három gyermeke volt. Két kislány és egy kisfiú. Erről mutogattam régen fotókat, hogy a Boldogasszony kápolnában Csíksomjon, a jobboldali középoltárnál ott van egy fotó, ahol a Magdolna karján ott van a kicsi és a nagyobb bacska, és ők Franciaországban értek partot. Azért nehéz nekem erről most beszélni, és egy kicsit izgulok, mert itt is hallottam olyan előadásokat, hogy Jézus zsidó volt, és nincs is Magdolna, és nincsen Mária, meg semmi nincsen, és azt én nagyon fájt ez nekem. Mert vannak olyan nagy tudású és nagyon sokat dolgozó szellemtestvéreink közöttünk, akik már kikutatták a vérvonalat, bizonyították a Badinyi Feri bácsitól kezdve, és hoztam egy könyvet is megmutatni, hogy ez a legújabb nekem, ez a Szkíta Jézus. Szerintem Miklós találkozott a Szemerei Istvánnal, és ő megkeresett engem is karácsonyra, mikor nem, karácsonyra megajándékozott ezzel a könyvvel. És majdnem kiolvastam két éjszaka, mert annyira olvasmányos volt, és annyira szívemből beszélt, hogy azt mondtam, hogy Úristen, de jó.
És akkor jött ide egy fiatalember, aki egy nagyon komoly munkát végzett, és nagyon tetszett nekem az, amit ő tett. És gondoltam, hívom a Miklost, és lelkesedek, és megyünk, és dolgozunk együtt, hogy milyen jó. És akkor kiderült, hogy az előadásának a második felében teljesen megcáfolta ennek a könyvnek és a valóságnak a tartalmát. És nehéz nekem Magdolnaként itt beszélni, mert átézzem minden rezzenését Jézusnak, akit azzá tettek, és fekete mágián tartanak a mai napig is a kereszten. Így van. És nagyon szeretném, hogyha minél többen hinnénk és felvállalnánk a szkítaságunkat, mert a szkítaság eredete ott van az igazság. És addig, amíg az embereket butítják, és nem tudják egyáltalán azt a lehetőséget kibontakoztatni, hogy kik a szkíták, ahogy Miklós is rengeteget beszél róla, nagyon helyesen, addig nem fog ez a nép felébredni, még ha megfeszülünk, akkor sem. Mert lesz egy réteg, igen, de jó lenne minél több lelket hazavinni, és a tudást és az igazságot mindenképpen képviselni. Úgyhogy azt mondom, és amikor én ezt az anyagot hallottam itt nálad, akkor mondtam Úr Jézusnak, hogy nekem mindig azt mondta, hogy ő szkíta és nem zsidó. Nem mintha baj lenne vele, mert ha tudjuk a szkíták eredetét, akkor tudjuk, hogy valamikor egyek voltunk. Valóban lehet, hogy a zsidóságnak volt egy programja, úgy csinált, ahogy csinált, ezen most én nem akarok ezen sem vitát nyitni, sem igent vagy nemet mondani, de ő kikérte magának. Akkor a jelet kaptam a Jézusházban, amikor majdnem sírva fakadtam, hogy higgyem már el, hogy szkíta volt, és igen, ő a szent család. Tehát nekem ezt kell képviselni, és azt a szívetekbe kell érezni mindig, ha valaki előad, hogy mit fogadsz be, és mit nem. Mert sajnos addig lassabban ébrednek a többiek. Mi hiába húzzuk az energiákat. Majd megszakadunk sokszor. Akkora erő van. Ezt meg kell tartani. És ehhez az erő megtartáshoz hoztam én gondolatokat és lehetőségeket, hogy inkább tanuljunk meg tisztelni az ősöket, és a mi vérvonalunkat, mert az is nagyon nagy hiba, hogy mindenki jár kell, és nem foglalkozik azzal, hogy a szellemvilág és az ősök bennünk élnek, és köröttünk vannak. Ez nagyon fontos, mert hogyha a szellemvilágot nem érezzük magunkénak, és nem érezzük, hogy itt vannak, és csak arra várnak, hogy segítsünk, akkor ott maradnánk magunk, de nem vagyunk egyedül. Elmondtam számtalanszor azt is, hogy legalább 7 én tudatunk van. 7 én tudatunk van. És ezt a 7 én tudatot pont Jézus hozta nekünk el. Mert amikor elment Magdolna, így olvasom föl, ahogy ide leírtam. A keresztre feszítés Jézus a keresztre feszítéskor Jézus összekötötte, illetve egyesítette az emberi genomot, a hústestet, a klauzáltestet és az asztáltestek rendszerét. Tehát mit jelent ez? Akkor is tanítottam. Hogyan a körülöttünk a tér, minthogyha egy emeletes házban élnénk. Ehhez elhoztam egy ábrát, illetve 2, hogy megértsük. Mielőtt Jézusnak az újjá születése lett volna, akkor egészen másképp helyezkedett el a Földnek a rendszere. És nagyon régi már saláta ez a jegyzetem, amikor megmutatták nekem, hogy a világ tengelye hogy mozog. Tehát én így az egyszerűség kedvéért itt rajzoltam le, hogyha ez egy világegyetem, ezek rengeteg galaxis, akkor itt ebben a galaxisban ez a picike pont a mi naprendszerünkben a Föld. És azt kell tudni erről, hogy csak is itt a Földön lehet emberré válni, illetve Isten emberré. Elfogadta a Földanya, hogy egy kutatóbázis, illetve kísérleteknek lesz a résztese. És ezek más-más-más galaxisok, többféle lény van. Vannak állatfajok, mindenfajok. És ezeknek a fajoknak, hogyha emberré akarnak válni, ide kell lejönni. Mit mond Miklós is?
hogy nagyon-nagyon nagy dolog az, hogy most emberré lehettünk, és nagyon nagy baj lenne, hogyha valaki helyett foglaljuk azt a státuszt, hogy emberré lehessen, és közben nem tesszük a dolgunkat. Mert mindenkinek egyéni felelőssége, hogy tudatra ébredjen, és a tudatra ébredésében tegye azt a dolgát, amire szükség van. Vagyis, hogyan kell emberré lenni. És akkor itt leírtam, hogy ebben a pillanatban, amikor a keresztefeszítés volt, akkor voltak a nagy földrengések, akkor volt a szakadás, és akkor építette ki ezt a hármas és többszörös rendszert. És mindannyian ezek vagyunk. Minimum 7 szentség lakozik a testünkben. És plusz még körülöttünk. Tehát, hogyha te Isten emberi akarsz válni, és nem csak hallgató vagy tanítvány akarsz lenni, magadon kell dolgozni, és tudomásul kell venni, hogy az isteni lényed te magad vagy. Tudom, hogy a vallások és mindenki más beszél, elvették azt a hitünket is, hogy a testből kilépés után van élet a halál után, mert a halál egy kapu. Ezt is nagyon fontos átrágni már. Tegnap is jött, számtalan ilyen helyzetem van, fiatalember, hogy Magdolna simogatja valaki a hátam, nem merek megmozdulni. Tömegesen nyitnak, tömegesen. Mária ül, gyerekek beszélnek, 2-3 éves gyerekek olyanokat mondanak, hogy könnyezem az örömtől. Elkezdik mondani a szülőknek, és hála Istennek itt van az a populáció közöttünk, akik engedik a gyerekeket beszélni, és segítik őket, nem azt mondják, hogy jaj, oda nincsen semmi, meg tehát gyakorlatilag a gyerekek tolják most már fölfele a földet, de a teste csak a gyerek. Egyébként hatalmas istenségek vannak körülöttünk. Én arra szeretnék mindenkit kérni, és támogatom azt a lehetőséget, hogy ha nem vagy magadban biztonságban, úgy érzed, hogy még te nem tudod megtartani, vagy nem hiszed, akkor is imádkozz magadhoz, és kérjed a felsőbb énedet, a szellemedet, a lelkedet, hogy legyen szíves, mutasson neked utat, hogy segítsen neked megérteni, hogy hogy vagy te egy isteni tudat. De istenné válni nagyon nagy utat kell megtenni. Az út azt jelenti, hogy minden félelmet el kell engedned. Most például a Covid óta nagyon nagy hullám indult el. És elmondtam akkoriban, úgy emlékszem még az elején, hogy amikor én a kórházban voltam, azt mondta a mesterem, hogy a legrosszabb, rosszból a legjobbat engedte meg, amikor a Covid elindult. Emlékeztek rá, beszéltünk róla. És azt mondták, hogy azon az év, 2020. november 1-én elkezdték a magról az ocsut leválogatni, és mindenki meg van pecsételve. Tudjuk az eredményeket, erre most nem térünk ki. Viszont ennek a területi rendszernek, ami most folyik, vannak az eltávozók már, akik így vették meg a jegyüket, hogy úgy mondjam, és vannak azok a szellemtestvéreink, akik még emelkedni akarnak. Mert ahogy mondtam, Jézus kiépítette ezeket a rendszereket, és az azt jelentette, hogy lezárta azokat az emeleteket, hogy alsóbb lények ne tudjanak az emberi test közelébe férkezni. Mert megtámadták volna, vagy különféle energiákkal blokkolták volna őket. Tehát a bennünk élő 7 én tudat az önálló entitások. Te is emberként egy önálló egóval rendelkező test vagy. És ennek a testnek, aki te vagy, szolgál, illetve segít, illetve egyé vagytok a szellemnek, a léleknek, az asztráltestnek, a klauzáltestnek, és azok a lényei dolgoznak itt körülötted. Egyszerűen higgyétek el, hogy dolgoznak. Látják a gyerekek, azért félnek. Azért nagyon jó lenne, ha most születőket a szülők nem kizárnák egy kicsi szobába, és olyan csengetyű szóljon, hogy fölébred a gyerek, hanem vegye az anya meg az apa maga mellé a gyereket, mert ezek hatalmas lények, és a kisbaba annyi mindent lát, hogy nem tudja, hogy most hol van. És a szeretet fogja legjobban segíteni az átalakulását. És hogy még a szkítára visszatérjek, amikor Jézus ezeket a síkokat kiépítette, és fölépítettük a Földön az új reinkarnációs rendszereket, egy olyan nagy dolgot vitt véghez, ami talán meghatározza az ő személyiségét ebben az aranykorban. Vagyis
elkezdte behívni a szkíta nagymestereket, és elindultunk a Siriusról és a Plejádokról inkarnációval. Azóta vagyunk itt, és azóta forgunk itt mindenki, hogy különféle képességeket és tudást adjunk át a Földnek. És akkor valaki azt mondja, hogy ez valószínű, hogy nem igaz. Hát én meg azt mondom, hogy szeretném, hogyha az igazság minél előbb fényre derülne. Ezért nagyon örülök, hogy itt lesz most a kollega, mert alig vártam, hogy össze tudjak vele kapcsolódni. Nos, tehát a galaktikus tengelyekről beszéltem, Szemerei István könyvéről beszéltem. Ja, nagyon fontos, és ide tartozik az, hogy ahogy emelkedik a rezgésünk, és ahogy jönnek ezek a szorongások, félelmek, fájdalmak, nem tudom, hogy ilyen testremegésben vagytok-e már, olyan, mint hogyha volat lenne, és akad a izé, és akkor forrósodik a tested, és minden van. Van egy kedves kollégám, ma már kollégám, mert részben tanítványom van, hogy 10 nappal ezelőtt fölhívott engem, hogy Magdolna, képzeld el, mi történt. Ő nagyon érdekes ember, és a párja is, mert ezeken a baromi nagy darukon szoktak dolgozni. Tudjátok, hogy fölmennek reggel és este jönnek, és ott végeznek el mindent. És ők nagyon sokat láttak lényeket, megkeresték őket, és beszéltek hozzájuk. És most egy éve már vidékre költöztek, tanyavilágba, mert ott azt mondták, hogy elég volt ebből a munkából, és most fölhívott, hogy képzeld el, hogy mi történt. Majd a telefonommal megmutatom. Azt mondja, hogy képzeld el, hogy kinyílt bennem egy erőtér, és ilyen, ami az Avatar filmben volt, olyan kék, de majd előveszem és megmutatom a fotót. Azt mondja, hogy képzeld el, hogy elkezdett bennem megszületni ez a kék lény, és azt mondta, hogy én te vagyok, mi a Plejádiakról jöttünk, és belülről fogtok újjászületni, nem kívülről. És egy csodálatos kék lény volt, de azt mondta, olyan erős Magdolna, hogy nem tudom, hogy tartsam meg, mert remegek, így rázkódik a testem, és azt mondja, hogy mindenkinek mondjátok el, és kérem, hogy tartsátok meg az energiákat, és a 4 tűz, víz, föld, levegő erőt egyensúlyozzátok magatokban. Tehát amikor forrósodik a tested, az arcod, vagy érzed, hogy olyan belső hőd van, akkor tudjad, hogy ez a tűzistene, a szeretetistene, és azért kell mellé tenni a vizet, a földet és a levegőt, vagy én többet is mondok, mert tűz, víz, föld, levegő, szél, a fém, a fa és a vas, ez is mind mi vagyunk, mert akkor tudja a tested ezt elbírni, akik akarnak emelkedni. Ha egy lélek úgy dönt, hogy nem akar emelkedni, vagy éppen elvétette az útját, és már nem tudni helyrehozni a programját az ő akarata szerint, mert egyébként az utolsó percig van kegyelem és megbocsájtás, akkor egyszerűen el kell búcsúznunk tőlük. Lehet, hogy elragadtatással, lehet, hogy halállal még mindig, de átmennek a másik síkra. És nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy szeretetben éljenek, és szeretetet tudjanak kapni, mert ők ott fejlődnek tovább. Ezt még visszahoznám, hogy érthető legyen, mert hoztam a másik táblát is, amit egy kollégám, egy Ausztráliában élő, egyszer akartuk bekapcsolni itt Mikivel, a Lévis csinálta ezt a táblát, elmondom. Tehát, hogyha itt van a Föld, és itt kísérletezzük az emberi fajt, és ide jönnek a galaxis minden pontjáról mindenféle lények, tényleg itt vannak. Ilyenek is, olyanok is, most arra nem beszélgetünk. De mi, a Skita rendszer, család, a legmagasabb isteni első gyerekekként jövünk le a Földre. Vagyis lejövünk inkarnációban. Azért röviden mondom, mert én ezt már tanítottam itt. De lehet, hogy jó, hogy mondom újra. Tehát a szkíták közvetlen a pólusok legfelsőjéből jönnek. Itt elvégzik a dolgokat, és egy másik úton mennek haza. Ezt is meséltem, hogy annak idején egy Szegeden tanítottam, és akkor elmondtam ezt az utat, és ez az egy kapum volt fölrajzolva. És egy kisgyerek, 4-5 éves volt,
Játszott a szobában, míg a mamáik hallgatták azt a lemezemet, amelyen a teremtést gyakoroltuk. És amikor befejeződött, akkor azt mondta a kicsi lány, hogy mama, mondd meg annak a néninek, hogy nagyon-nagyon jó, amit csinál, de nem egy kapun, hanem 7 kapun megyünk keresztül. És elájultam, hogy úristen, de milyen igaza van ennek a gyermeknek. És ezt majd azért mondom, mert hozzá kapcsolom, hogy hogy kellene kilépni ezekből a... És akkor mi itt, a 7 kapun, ide visszajövünk az atyához. Innen megyünk, de ide jövünk vissza. És ezt a programot visszük most mi szkíták. Érthető, amit mondok? És vannak ugye a lapos földhívők, vannak a gömbölyű, vagy homaorúk, tök mindegy. És rádöbbentem, hogy milyen érdekes, hogy én ezt 15 évvel körülbelül rajzoltatták le velem. Ezek minden tágul, persze, én csak betettem körbe, hogy érthetőbb legyen a tanítások miatt. És pont így rajzolgattam le ezeket a galaxisokat. Most tök mindegy nekem, mert én nem tudok most elvállalni azt, hogy a föld gömbölyű vagy lapos, de egy biztos, hogy most nagyon nézegettem ezeket az anyagokat, és hogyha egymás mellett vannak ugye a terek, és innen közlekednek az UFO-k meg mindenki, és én arra buzdítok mindenkit, hogy ismerje föl a mi apostoli, szent, királyi vérvonalunkban lévő szkíta nagy szellemeket, és beszélgessünk velük, mert segítenek, nem vagy egyedül. Tessék megszólítani őket, tessék kérni, tessék mondani, hogy mit szeretnél. És még a benned élő 7 éned is ott van, akkor olyan nagy dolog fog történni, hogy hihetetlen. Miért mondom? Mert a spirituális tanítók és egósok között is az van, hogy inkább az anyagba az anyagért dolgoznak, és közben pedig kellene ébreszteni az embereket, hogy figyeljetek oda a körülöttetek lévőnek. Mikor nekem a nyitásom volt, és úgy mentem haza, hogy lebegtem, mert olyan boldog voltam, és kiabálni akartam, hogy Úr, Isten, emberek, nem veszük észre, hogy István, Jézus is itt van, meg mindenki itt van közöttünk, és azt mondta Jézus, hogy ne tedd, mert hülyének néznek. Hát az most sem változott sokaknál, de ezt muszáj megtanulni. Tehát itt vagyunk egymás mellett, ezek a birodalmak. És akkor döbbentem rá, amikor ez a Lévisz kollégám elküldte nekem ezt, hogy nyomtassam ki, mert neki ezt az ábrát meg kellett alkotnia. Ez nem más, mint a galaktikus tereknek a működésének az elve. És azért én az aranycsillagot hordozom, ez egy szkíta, szíriuszi átlépő kapu, nem zsidó csillag, tévedés, nem minthogyha valami bajom lenne ezzel, mert pont mondtam Mikinek, hogy én emlékeztem egyszer egy zsidó életemre. Tehát jó lenne tényleg véglegesen rendbe tenni a nemzetségtáblába a mindenféle vallásokat, meg a zsidóságot, meg a magyarságot, az csak jót tenne minden embernek. Szóval ezt rajzolta ő, vagy alkotta meg, és akkor így láttam, hogy beletett engem. Jó, mondom, írom neki, hogy Lajos, de aranyos vagy, mekkora munkát végeztél, ezek a galaxisok, itt vannak a formációjuk, ugye itt vannak a jeljei, hogy forognak a galaxisok, de mondom, nem kellett volna beletenni a fényképet ide a közepébe. És akkor úgy leteremtett, azt mondtam, mit képzelsz te? Ez egy komoly munka. Ezt utasították. De hát mondom, miért raktál oda? És azt mondta, hogy azért, mert ez jézusi kód, és te tartod a galaktikus rendszereknek az erejét. Én ezt nem tudom, hogy jó-e, hogy elmondtam, de be kell vállaljam, már többen mondták, mert ezek a galaxisok és ezek a bolygórendszerek, mert ezek mind külön bolygók, a svasztikák is mutatják, hogy merre forognak a bolygók, ez a program fut most. És ő ezt már több mint 10 éve átadta nekem. Tudod, Lévisz, akit Ausztráliába akartunk hívni. Tehát ez a program fut. Ez nagy felelősség minden egyénnek. Nem csak nekem, mert nélkületek nem tudunk dolgozni. Mindenkinek kell. Most Lászlóval voltunk a hétvégén egy 26 fővel egy gyurtatáborban, önkéntes és önköltséges táborban, és minden nap 2-3 hatalmas erőket mozdítottunk. Úgy, hogy az elemek konkrétan, pontosan megjöttek és dolgoztunk. És ez nem egyedi eset.
Tehát azért szeretném, hogy ezt tisztázzuk, mert ugye a zsidóságnak megvan a saját csillaga, de ez egy galaktikus kapu, és ez pedig a Sirius, és a Plejádi rendszer az Orionban. És így forognak, és így dolgoznak a dolgok. Aztán a telefonomat nézted az előbb? Nem. Mert akkor én, ha megtennéd, László, hogy a telefonomat, az enyémet. Mert megmutatnám, mielőtt tovább még lépünk, azt a kék aviánokat, akik megjelentek. És hol a telefon? Benne. Miben? Fekete táskában. Ja, ebben? Igen, igen, tudod oldalában. Mert aztán elfelejtem, de nagyon érdemes, megnézzétek, mert nagyon fontos. Köszönöm szépen. Tehát ez a Diónak az anyaga volt, amit ő látott és megérezte, vagyis érezte konkrétan, hogy milyen, megmutatom nektek. Tehát, hogy nem én egyedül dolgozom, rengetegen dolgoznak már, és mindig befut hozzám az információ, hogy hol tartunk a galaktikus rendszereknek a működésében. És most az utolsó tegnap küldte, képzeljétek el, hogy most, március 15-én Székelyföldön, az egyik erdőben megmutatta magát a fehér arany, a fehér csodaszarvas. Ez azt jelenti, hogy megjött a fény, a világ világosságának a felszabadítása, és a csodaszarvas az Isten anya. És akkor most mutatom nektek a... Konkrétan egy ilyen lény lakik a Plejádi és a Jézusi csapatokban. Ja. Megpróbálhatom, de ez csak... Ő a Darus, akit mindig látogattak és beszéltek hozzájuk. És mi, amit ír, nagyon fontos. És itt van, amikor az űrhajóval érkeznek hozzánk, mert hogy egyek vagyunk, és mi itt eldugva élünk a testünkön belül. Látjátok mindenki? Tehát, ha ilyen kék lényekkel találkoztok, és milyen Máriának a ruhácskája? Kék. És azt mondja, hogy remegtem, alig bírtam megtartani, és azt mondja, hogy azt üzenik, hamarosan olyan erő ébred, amit még ember soha nem látott. És ezért fogadtam el Mikinek a meghívását, mert tényleg rengeteg munka van, és én nem szeretek senkit fölülírni, alulírni, megmondó lenni, de ezt úgy éreztem, hogy a tanításokba bele kell tenni, hogy tudjatok róla, mert ezek már most jelen pillanatban zajlanak. És hogyha tényleg komolyan gondoljuk, hogy az kint a testvériséget egyé varázsoljuk és összekapcsoljuk, akkor mindenkinek felelősséggel kell gondolkodni, gondolatszó és cselekedetben élni. Nincs hova tovább már. Tehát elmondtam, hogy a Plejádiak és a... Amit nagyon szeretnék még egyet mindjárt. Tehát, és ez már a kvantumtér. Nem tudom, hogy van-e itt valaki olyan tanítvány vagy jó barátom, aki járt nálam oldásra. Másfél éve kvantumtér oldást csinálok. És ez a kvantumtér. És a kvantumteret kell összekapcsoljuk most a Krisztusi énnel. És azért akarok szükebben beszélni, mert meg akarom csinálni ezt a meditációt itt a csoportnak.
hogyha ti is úgy gondoljátok. Mm-hmm. Hogy a kvantum térbe fölemelkedjünk, a kvantum tér az asztrális és a kauzális tér lesz, ezt fogjuk meg, és a krisztusi ént engedjük, hogy átvegye bennünk az irányítást. Mert nélkületek, az engedélyetek nélkül nem lehet. Tehát Krisztus kopogtat, de ha nem tudjuk beengedni, vagy nem akarjuk, akkor ő nem tud mit csinálni. Tehát a következő, amit szeretnék elmondani, hogy a hét úr, a fekete központi nap, én így mondanám, hogyan kellene feloldozni magunkat, ezt felolvasom nektek. Szívetekkel hallgassátok, mert nagyon fontos ez is. És nem is baj, ha kimegy a világhálóra, hát ha minél többen tudják ezt megoldani. Ez pedig a Thothnak a hatodik doreálja, ezt így hívják, ezt a megnyilvánulást. Ő azt mondja, hogy meg kell hódítani az alaktalant. Meg kell hódítani a fényt, ami mindig a sötétségen átvezet. A fény csak ahhoz jön el, aki igyekszik a fény felé. Nehéz az az út, ami a fényhez visz. Sok a kő előtted, mielőtt rátalálsz. Aki ezeken átmegy, bölcs lesz és szabaddá válik. Ne kövesd a sötétség testvéreit. Légy mindig a fény gyermeke. A fény győzelemre ítéltetett. A bolygók nekik engedelmeskednek. Megszabadítani segítik az emberi elmét és az emberi lelket. A nap erejét hirdetik és tanítják. Ők a nap tanítóik. A napjelkép, ami az út végén fényességet ad. Találd meg és ismerd fel az éjszaka keltette félelmet. Csak ha felismered, akkor tudod legyőzni a félelmedet. Csak megismerve tudod legyőzni a gonoszt. Töltsd be fénnyel testem, ó élet, ezt kell mondanod. Töltsd fel fényeddel testem, ó élet, fénye. Töltsd be testem, élet szellem, jöjj a sötétben világító, világból hozzám. Jöjj hozzám a teremből, ahol a hét úr kormányoz. Milyen érdekes, hogy a hét szentség és a hét úr. És most nevükön szólítom a hármas, hetes, négyes, ötös, hatos, nyolcas, kilencest, hogy engem megsegítsenek, megszabadítsanak a sötétségből. Neveiken szólítom most őket. Neveiteken szólítolok benneteket, és könyörgök, szabadítsatok meg engem a sötétségből, és töltsétek belém a fényt. Ha ezt megteszitek, megszabadultok, és visszafogott, megszabadítottok a visszafogott békjótól, amit a sötétség testvérek tettetek ránk, és tett rám. Így tudjuk testvéreinket is megszabadítani. És akkor itt van, hogy mik a neveik. Az egyes az Oltanasz, a kettes Kvertasz, a hármas Kietál, a négyes Golyana, az ötös Kuertál, a hatos Szenvetta és a hetes Artál. Tehát, hogyha úgy érzi valaki, hogy le van blokkolva, és még nem tud magával semmit tenni, akkor próbáljátok meg ezt a módszert, hogy behívjátok magatokba őket, hiszen ők tudatosan blokkoltak bennünket, mert át kell menni nagyon sok próbatételen, hogy fejlődni tudjunk. Ezt értitek, gondolom, mert ezek nagyon fontos dolgok. És abban a pillanatban megszűnik a gyűlölet, a harag, és mindenféle negatív gondolat bennünk, mert rádöbbenünk, hogy a saját tacepaunkon, amivel kezdtük,
vállalásunkban benne van, hiszen ezeken a gátakon át kell menni. Ez olyan, mint szoktam mondani, mint a gátugró, aki oda rakja a gátat, és abban akar olimpikon lenni, hogy ő ugorálja át a legjobban ezeket a gátakat. Na, nézem még itt, hogy mit lehet tenni. Elmondanám még egyszer a neveket? Igen. Untanas, Quertas, Kietal, Goyana, Huertal, Szenveta és Artal. Segíteni szeretnék egy információval, hogy a kvantum mező működését hogy tudjátok és hol találjátok meg. Van a dr. Joel Dispenza, te is mondtad, említetted a nevét. Az az anyagának az a lénye, hogy hogyan tudunk a kvantum mezőhöz kapcsolódni. Azért mondtam előtte a hét szentséget, már hogy a sötétség urait, mert az először azokon kell keresztül rágni magunkat. Anélkül nem tudunk bemenni a kvantum mezőbe. Én csinálok egy olyan formációt a Jézusházban, amikor nektek is tanítottam, oda is adtam, kint van a neten, hogy elsődlegesen mindig a korábbi életeket kell letisztítani. Minden szerződést, ígéretet, mindenféle, miket szoktunk mondani. Tehát mindent, amit előző életedben akár katonai esküt kötött, akár szerződést kötöttél, akár a sötét erőnél voltál, akár bármelyik életedben bármilyen fajnál voltál, és ott volt programod, azokat teljesen ki kell törölni, és le kell tenni. Utána bocsánatot kell kérni magadtól ezekért, vagy közben már legalább, és szeretni kell magadat. Ha valakinek problémája van önmagával, és nem tudja szeretni magát, vagy nem tudja, hogy a családtagjaival, vagy barátaival, vagy bárkivel hogyan dolgozzon, mert megbántották, féltékenység, gyűlölet, harag, ezeket mind-mind-mind ki kell dolgozni. Azért, hogy a szellemed és a lelked teljesen tiszta legyen. Mert a szellem adja az információt, a parancsot, a lélek tárolja és segíti a korábbi életeknek a kiküszöbölését, kioldását, és a hústestünk, az ember szellem mozdul. Tehát arról van szó, hogyha az ember testünk nincs egészségben, és félelemben van még az ego, akkor nem tudsz emelkedni. Hiába mondom én, hogy próbáld meg, hogy így lélegezz, úgy lélegezz, ezt csináljad, azt csináljad, a félelem miatt ott ragad. Tehát vannak ezek a lehetőségek, és ez a Dispenza nagyon gyönyörűen, részletesen leírja és mutatja, hogy mit kell csinálni, ez fönt van a YouTube-on, megtaláljátok. Aztán, hát persze nem kell kérdés nekem, nem kérdés, hogy az istenségekkel beszélgessünk az összes nagymesterrel, az arkangyalokkal, és kérjük mindenhol, hogy segítsenek nekünk. Nagyon fontos a melatoninnak és a szerotoninnak a működési elve, ezeket csak érinteni fogom. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretné ezt a kvantum energiát megkapni, akkor meg fogom adni. Ha működik, működik, hanem majd utána, ha rádolgoztatok. Szeretnék ajánlani még, akiket tisztának találom, például Born Gergely, ő is volt itt, úgy tudom, Miklósvár. Nagyon-nagyon megerősítem, hogy nagyon jó Born Gergely. Figyeljétek az anyagait, készüljetek, nem baj, ha többször megnézitek, meghallgatjátok. Én is annyira tudok szárnyalni, hogy régi kollégák, Born Gergellyel is dolgoztam már 20 évvel ezelőtt, és mindig újra és újra boldogan nyitok ki bármilyen anyagát, és én magam is frissítom ezeket. A pálos szerzeteseknek a Boldog Ezsébről folyó energiák nagyon jók. Bogár Lászlót hallgattam a múltkor, zseniálisan nyilatkozott, hogy hol tartunk most spirituálisan. Az az igazság, hogy én is úgy látom, amit ez a kollégám mondott a múltkor, aki aztán egy kicsit fájdalmat okozott nekem azzal a Jézus dologgal, pedig
pedig ő is nagyon-nagyon értékes ember. Én azt látom, hogy nagyon sok szekció keletkezett már, és nagyon sokan dolgoznak a háttérben, úgyhogy nem is tudunk róla. Az nekem nagyon jó hír. Mert bármelyik pillanatban jöhet egy olyan segítség az égi családból, hogy egyszerre bekapcsolnak bennünket, és azok a csoportok, akik emelkedésben vannak, elkezdenek fölfele haladni, pont ezért csináltam ezt a zábrát. Tehát nekünk ezt a piramis erőt föl kell tolni, vinni kell fölfele. És egyszer majd csak találkozunk együtt. Azért is egyébként inkább visszahúzódok, hogy nem akarok senkit megbántani, az az ő dolga. Majd ő felel mindenki érte, vagy majd kitisztulnak ezek a dolgok. Megnézem még, hogy mi. De nagyon fontos lenne azt még megbeszélnünk, hogy a csakráknak a működési elvét. Nem tudom, hogy szoktatok-e dolgozni magatokon. Szoktatok-e csinálni a csakra tisztítás meditációkat? Igen, megcsináltam egy napos nőcsésnál fél év. Jaj, nagyon jó. Azt nem láttam is, sajnálom, de nagyon jó. Nem lehetett látni, az ő tőle lehetett. Jó. De az a lényege, hogy a föld felé, földanya felé 30 centire van a föld csillagcsakra, és föl kell menni egészen a káha csakráig, egészen a matatlan és a legfelsőbb tudati. És akkor úgy kéred be a tisztítást, hogy minden sikon, minden térben, minden időben, és a bolygókat megkéred, hogy állítsák be az energetikai rendszeretek. Biztos, hogy van sokféle, bármelyiket csináljátok, biztos vagyok benne, hogy nagyszerű lesz. Jó. Ja, mert hogy itt én elhoztam a csillagrendszereknek a működését, mint csakrák, de akkor azt nem fogom elmondani. Van-e kérdés vagy megerősítés ezekkel, amit mondtam? Hú, de sokan jelentkeztek. Szóval azért mondom, hogy én ezeket a szempontokat kiírtam, illetve nem én, hanem diktálták, hogy érintsem ezeket a dolgokat. Megnézem, hogy van-e még, amit kihagytam. A kvantumot meg a Krisztusi ént érintettem, de azt meg fogjuk akkor csinálni. Szóval nincs kérdés, mindenki értett mindent. Akkor az jó, mert van még feladatunk, és azt nem tudom, hogy mindjárt megbeszéljük, hogy én az utoljára hagynám a kvantumtér beaktiválását és a Krisztusi ént, hanem akkor, ha nincs kérdés, kérdezem, hogy tartsunk-e szünetet, mert hoztam egy kedves vendéget, Nagy Lászlót, és szeretném nektek bemutatni őt, egy csodálatos dolgot fog elmondani, és beleillik teljesen az én programomba. Lászlóval már egy jó éve is találkoztunk az étterben, de most januárban összekapcsolódtunk, együtt dolgozunk. Én is voltam náluk Kecskeméten, és amikor nekem megmutatta ezt a készüléket, amit elhozott ide nektek megmutatni, akkor én azt mondtam, hogy ez egy csoda, és közkincsé kellene tenni, hogy többen használni tudják, hozzá lehet jutni, nem eladunk, hanem hogy egy program. És megkértem Lászlót, mikor azt mondta Miklós, hogy hozhatok vendéget, akkor én úgy gondoltam, hogy őt hozom. De ezt még egyszer elmondom, aki tudja, vagy én, nálam lehet a Jézusházban kapni ezt a könyvet. Nagyon fontos, ez a Szemerei István, egy orvos, plasztikai sebész, és olyan tökéletesen összerakta a magyarságot, hogy ha ez az egy könyvünk lenne, már az is éppen elég. Ezt elmondtam, most Lászlót, ja, ezt még szeretném megmutatni, hogy ezt is azért hurcolászom magammal, mert ez a Feredék alapjának mondják, de ez az energia, az testünk körül van. Azért kell meditálni, azért kell tisztítani magad. Mert hogyha el tudod érni, hogy ez az energia mező legyen körülötted, nincs ember, aki téged meg tud támadni. Fönt van az interneten, én is onnan fotóztam ki. Jó?
akkor én átadom, ha nem kell szünet, átadom a szót László testvéremnek, és a meditációt majd a végén, hogy akkor olyan szépen átvigyük, jó? Addig is köszönöm. Te ide.